nagyon-nagyon jól sikerült az első pár hét, nagyon hamar befogadott a csapat, az öltöző, és hála Istennek nekem is jól megy a játék. Azt veszem észre magam, hogy felszabadult vagyok, hogy többet merek megcsinálni a pályán, mint mondjuk kint, mert érzem a bizalmat, és ez nagyon jó, és nekem erre van szükségem, és így fogom tovább folytatni, ahogy elkezdtem. Kemény időszakon vagyunk túl, az biztos. Tudtuk, hogy ez ezzel jár, nyilván a felkészülés. Ugye egy héttel többet volt időnk igazából dolgozni is, meg ugye az újakat is esetlegesen beépíteni. Úgyhogy szerintem jó úton járunk. Azt látjuk, hogy azért még mindig formálódik a csapat, de készen állunk a pénteki rajtra. Mindig a következő meccsre fókuszálunk. Most a Győr, ugye Győrrel kezdünk. Sajnálom, hogy nem a Fradival, mert nagyon-nagyon jó lett volna itthon játszani a Fradival az első meccsen, de most a Győrre koncentrálunk. Mindenféleképpen nyerni szeretnénk ott, és ez a cél. És ha azt megnyerjük, akkor elégedett leszek, és akkor koncentrálunk a Kecskemétre. Szerintem lépésről lépésre kell haladni. Egyelőre nem gondolkodunk nagyban. Tényleg szeretnénk meccsről meccsre menni előre, és igazából az elvégzett munkát azt beépíteni a bajnoki rajtba is, és meccsről meccsre haladva, gyűjtögetve a pontokat szeretnénk haladni. Nagyon örülök annak, hogy nagyon sok kérdés volt, meg hogy ennyien eljöttek. Számunkra nagyon fontos, hogy folyamatos kontaktust tartsunk fenn a szurkolókkal, bárhonnan jönnek, Debrecenből vagy a környékről. Ha van olyan lehetőség, hogy a szezon előtt őket tájékoztassuk, akkor mi általában ezt meg is szoktuk tenni. Külön öröm, hogy nagyon interaktív volt ez a találkozó, jó kérdések voltak, olyan kérdések, amelyek segítenek tisztázni bizonyos szakmai alapelveket, vagy segítenek tisztázni bizonyos dolgokat az átigazolásokkal, vagy az utánpótlás neveléssel kapcsolatban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy fontos fórum, ezt fenn fogjuk tartani, ezt a kontaktust a szurkolókkal, ezt az ilyen jellegű rendezvényt. Én úgy gondolom, hogy a DVSC az elmúlt két és fél évben az bizonyította, hogy az OTP Bank Liga élmezőnyéhez tartozik. Mi azt szeretnénk az előző két évre alapulva, vagy azon ahhoz képest fejlődve azt a célt tűzzük ki magunk elé, hogy igyekezzünk mindenképpen a nemzetközi kupa szereplést megcélozni, és megtenni mindent azért, hogy ez a végén realizálódjon is.